Az iskola ebben az évben, 2018-ban ünnepli a fennállásának 25. évfordulóját. Ez az évforduló nagyon fontos számunkra. Én, mint alapító igazgatója ennek az iskolának, nagyon nagy elvárásokkal és izgalommal készülök a kollégáimmal együtt a méltó megünneplésére ennek a negyed századnak, hiszen az ország egyetlen népművészeti szakgimnáziuma vagyunk, és 25 éven keresztül megmaradtunk. Az egy osztályból, egy osztálynyi gyerekből gyakorlatilag sok szakmán és szakmaváltáson keresztül, de a népművészeti hagyományok megőrzésével eljutottunk odáig, hogy az ország határokon belül és kívül egyaránt ismerté vált az iskolánk, és bizonyos területeken azt mondják, hogy az egyik legmarkánsabb képzés, művészeti képzés a mi iskolánkban folyik. Ezt szeretnénk mi méltón megünnepelni, és egy egész éves rendezvénysorozatot készítettünk, ahol akár a szakmának, a művészet oktatásnak, akár a gyerekeknek a tehetség megmutatásában, illetve kiállításokkal, fellépésekkel és egy hatalmas gálaműsorral szeretnénk megünnepelni magunkat, a képzést, azt, hogy ebben az országban a népművészetnek ilyen hagyománya lehet. Második hete már, hogy nagy izgalommal felvételiztetünk. Az iskola tanuló létszáma és forgalma jelentős mértékben megnőtt, sokan jelentkeztek iskolánkba a különböző szakgimnáziumi szakokra, és nagy örömünkre a gimnázium nyelvi előkészítő osztályába is, angol és német csoportba. A szakgimnáziumba a mi népművészeti szakmáinkat egyre többen választják az utóbbi időben újra. Kiemelném először a néptánc szakterületét, ahová az ország minden részéből és a határon túlról is jelentkeznek gyerekek. És most éppen a felvételi mellett nagy odaadással a jelenlegi tanulóink készülnek az Országos Népművészeti Tanulmányi Versenyre néptáncból, ahová beneveztük a tanuló létszámunk felét, jelen pillanatban 27 tanuló fog majd versenyezni. És az a jó, hogy ez a néptánc verseny, ez a különböző korcsoportoknak van, tehát a hozzánk bekerülő 9-10-es gyerek is, amennyiben tehetséges, már megmérettetheti magát és indulhat ezen a versenyen. A másik nagy terület a képző és iparművészeti terület, ahová kerámia műves, divat és stílus tervező, továbbá grafikus és textilműves szakmákra is várjuk a gyerekeket, és az alapító kiratunk módosítása folyamatban van, és festőszakra is fogunk beiskolázni,
ami egy újabb bővülését jelenti a választható szakjainknak. A következő tanévben szeretnénk 3 szakgimnáziumi osztályt elindítani, a keretszámok lehetőséget biztosítanak erre, és nagyon erős a mezőny a felvételiben. Én nagyon bízom benne, hogy aki hozzánk jelentkezett, komolyan gondolja, hogy nálunk is akar maradni. Különösen annak a lehetőségnek a távlatában, hogy 2-3 év múlva már egy 21. századi modern épületben, modern műhelyekkel és tantermekben tanulhatunk, hiszen kollégiummal, előadóteremmel, hatalmas tornateremmel kiépített új iskolában taníthatunk, majd amikor a gyermekvárosból kikerülünk. Jelenleg éppen a 10. évfolyamos táncosokkal készülünk az országos tanulmányi versenyre, amely március hónap végén egy hétvégi rendezvény lesz a Nyíregyházán. Itt a gyerekek szóló, illetve páros táncokat mutathatnak be két és fél perces kis etüdök kapcsán. Jelenleg erre, illetve vele párhuzamosan a táncház találkozó Székely Bál gálájára zajlik a felkészítés. A gyerekekkel a 10. évfolyammal az első fél évben a nyárádmagyarosi székely táncokat, jártatóját, forgatós, szöktetőst és a verbunkot tanultuk, úgyhogy ennek kapcsán, illetve az országos tanulmányi verseny kötelező korosztályi tánca kapcsán nyárádmagyarosi táncokkal foglalkoztunk. Ebből az első félbe készült egy koreográfia, úgyhogy ezt is átismételtük. Illetve a táncosok néhánya szabadon választott táncként sárközi, lassú és friss csárdást, illetve szilágysági csárdást és ugrálóst választott, úgyhogy ezeket is igyekszünk napi szinten korrigálni a gyerekekkel. Egyesével most már ott tart a dolog, hogy egy párjával mutatják be a többiek előtt. Ez is egy fontos része a dolognak, hogy amellett, hogy szokják, és természetesen a táncanyag elmélyülése kapcsán olyan szintre jussanak, hogy maguknak élményszerűséget okozva tudják ezt előadni. A táncanyagok tanulása kapcsán nyilván azon kívül, hogy technikailag és stílusában a gyerekek ezt elsajátítják, nagy figyelmet szentelünk arra, hogy a maga természetes funkciójába önmaguknak élményszerűséget okozva tudják ezt eltáncolni. Természetesen ilyenkor ebbe a két-két és fél percbe bele kell tömöríteni mindent, ami annak a táncnak az eszenciája. Minden egyes apró részletre igyekszünk odafigyelni. Épp úgy a táncstílusra, épp úgy a hangulati elemekre gondolok itt az éneklésre, vagy a csúlyogatásra, a mimikai rendszerre is akár, tehát hogy milyen előadásmódban, milyen tekintettel, hogyan adják ezt elő. Nagyon fontos a táncnak a dinamikája, tehát hogy a táncolás az mindig egy fokozat hangulatnak az eredményeként született meg. Ezt ebben a két és fél perces színpadi formában is nekik hűen és hitelesen kell tudni tükrözni. Öt évfolyamos az intézményünk, negyedik évben természetesen a diákok itt is leérettségeznek, plusz van nekik egy ötödik év, illetve lehetőség van nálunk szakképző rendszerben érettségi után is jelentkezni, tehát ha ne adj Isten valaki érettségit követően lát arra, vagy érez arra kedvet, motivációt, hogy mélyebben foglalkozzon a hagyományos paraszti tánckultúra tanulására, akkor annak két éves szakképzői képzésre van lehetősége.
mely végén OK és vizsgát tehet. Ezt nagyon sokan választják egyébként olyan szempontból, hogy esetleg a táncművészeti egy egyetemre való táncpedagógus képzés előtt egy kicsi tömör két éves ráhangolódást kapnak itt az intézmény falain belül. Fölső kezes három és össze ráz, alsó kéz egy, és ebből jöhetne elvileg a hosszú téma is. Október 26-án egy nagy gála műsort rendezünk a Gödöllői Művelődési Házban, és ott a régi növendékeink, jelenlegi növendékeink és tanáraink egyaránt fellépnek majd, és megmutatják, mit tudnak nyújtani a színpadon, illetve kiállítást szervezünk, amelyben a régi növendékek már művészek, életművészek, és a jelenlegiek megmutatják, hogy hova is jutottunk, mit tudunk nyújtani a magyar közművelődésnek, közoktatásnak.